Csatai Klapka György lövészdandár gyakorlóterén tették meg első lánctalpas lépteiket az Altiszti Akadémia azon altisztjelöltjei, akik az acélkocka képzési program keretében harckocsizónak tanulnak. Az elméleti ismeretek elsajátítása után T-72-es harckocsikon kezdhették meg a gyakorlati feladatok végrehajtását. Szentendrén megkapták az elméleti képzést, időjöttek hozzánk Tatára. Mi csináltunk velük egy ilyen kisebb vizsgát, hogy felmérjük azt, hogy mekkora tudásuk van, és ez alapján kezdtük el ma a vezetési gyakorlatot. Ha sikeresen levizsgáznak és felavatják őket, akkor ide hozzánk kerülnek majd beosztásba, mint harckocsi parancsnokok vagy irányzók. A képzés az alapokkal, azaz elindulással és megállással kezdődött, majd folyamatában kapcsolódtak be az egyre komplexebb, akadályelemekkel nehezített feladatok. Az egyhetes foglalkozás végére átlagosan 80 kilométert vezetnek az altisztjelöltek nappali és éjszakai körülmények között egyaránt. Az első vezetés élménye sokuk számára meghatározó és régen várt pillanat volt. Azért választottam a harckocsizó vonalat, mert édesapám harckocsizó volt, ő rétságon szolgált, és az ő indítatásából is, meg gyerekkorom óta folyamatosan hallom ezeket a történeteket, és nagyon-nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy akkor én most harckocsizó szeretnék lenni. Büszkének érzem magam, mert hogy ilyen nagy vasakat lehet vezetni, úgyhogy ez egy különleges élmény. Igazából így leírni nem nagyon lehet, csak annak az tudja értékelni, aki már egyszer átesett a tűzkerességen idézőjelesen, de felemelő érzés az garantálom. Bár már megérkeztek a Magyar Honvédségbe azok a Leopard 2 A4HU típusú harckocsik, amelyek a jövő felkészítéseit fogják biztosítani, a kor legmodernebb Leopard 2 A7 Plus típusú harckocsikra jelenleg a leendő kiképzők képzése folyik. Mindemellett a T-72-est megismerni több szempontból is előnyös, hiszen ahogy a tatai katonák is fogalmaznak, aki megtanul T-72-est vezetni, egyszerűbb dolga lesz az új technikai eszközök irányításával.